Kézzel elmutatta ez a sofőr Zalaegerszegen, hogy egyetért a tüntetőkkel. A forgalmat rendőr irányította, mert lezárták az útest egyik felét. A tüntetést azért ide szervezték, mert két gyár is van a közelben. Ez a családokat rettentő rosszul fogja érinteni. Én gyerekorvosként dolgoztam hosszú éveken keresztül, és nagyon jól tudom, hogy a kisgyerekes családok mit küzdködnek. Az ETL-iradó stábja több munkással is beszélt, akik azt mondták, eddig is sokat túlóráztak, és attól félnek, hogy ezután minden eddignél többet kell majd. Nyilatkozni nem mertek, féltik az állásukat. Táblán kérték a tüntetők Miskolcon, hogy a többi közlekedő ne rájuk haragudjon. Itt is félpályás útlezárással tiltakoztak. A biztonságot is veszélyeztetheti. Egy buszsofőr szerint a kollektív szerződésük alapján eddig elrendelhető 300 óra túlórát is alig bírják. Egyáltalán nem akarok túlórázni sem, mert ez egy felelősségteljes munkakör, és bizony emberek vannak mögöttünk. Tegnap este vidéken több városban is folytatottak az utcai tiltakozások. Eger belvárosában özönlött a tömeg. Orbán Viktor miniszterelnöknek üzentek. És azoknak is, akik otthon maradtak. Debrecenben a Városi TV-nél volt tüntetés. A szónokok szerint a helyi tévé a Fidesz szócsöve. Normális riportokat közöljön a tüntetésekről, és magáról úgy, ami a városban zajlik. Nyíregyházán a megyei lapszerkesztőségénél gyűltek össze a tiltakozók. Ez ma itt egy békés megmozdulás. Vácon már azt is megígérték, hogy nem hagyják abba a tiltakozást. Külföldön Varsóban és Bécsben a Magyar Nagykövetségnél volt tiltakozás. Az osztrák fővárosban felolvasták a tüntetők 5 pontból álló követeléseit. Független közmédiát! Orbán Viktor miniszterelnök az ATV.hu kérdésére azt mondta, nem módosítják a túlóra törvényt a tiltakozások miatt. A Fidesz szerint a túlóra törvény csak ürügy a rendbontásra. Valójában arról van szó, hogy az erőszakos, agresszív ellenzék, illetve a soros hálózat együttműködve megpróbálja Magyarországnak rossz hírét kelteni, a közrendet megzavarni. A kormányzati tájékoztatási központ pedig azt írta, a munkatörvénykönyvének módosításával kapcsolatos állítások túlnyomó többsége egész egyszerűen hazugság. Budapesten az ellenzéki frakciók együtt követelték, hogy a fővárosi cégeknél ne alkalmazzák a túlóra törvényt. A főváros közüzemi cégeinél, közszolgáltató cégeinél és egyéb cégeinél több mint 10 000 ember dolgozik. Ennek a 10 000 embernek egészen egyszerűen nem lehet a sorsa az, hogy rabszolgák legyenek. Engedje meg, hogy egy kicsit nekivetkőzzek, mert szerintem meleg lesz a hangulat. A jobbikos Jakab Péter a Hír TV-ben a tüntetők követeléseit olvasta fel, amikor behívták vendégnek. A tüntetések folytatódnak. Péntek estére két tiltakozást is meghirdettek Budapesten.